Szeretettel köszöntünk benneteket, Katona Mari vagyok, a Borealis ügyvezetője. A Borealis szerint a világ jobb hely lesz, amennyiben az emberek jobban bíznak a pozitív fejlődésre gyakorló egyéni hatásokban. Azt gondolom, hogy ezekre a szavakra mindig szükség van. A napjainkban talán kiemeltem. Mert hogy a hitre, a reményre, az előre való tekintésre, a lehetőségek megtalálásba egy ilyen változó világban mindenképpen nagy szükség van. A mindennapjainkban menedzsment tanácsadóként, szervezetfejlesztőként és IT-fejlesztőként aktívan igyekszünk tenni annak érdekébe, hogy ez ne csak egy üres szó legyen, hanem aktív támogatást legyen a szervezetek részére. Viszont ezt úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk egy kicsit még emelni, hogy olyan rendezvényeket hozunk létre, ahol ezekről a témákról, hogy a jövőnek van jövője, milyen irányban halad a társadalom, a gazdaság, milyen döntések előtt állunk, hogyan fogja befolyásolni a mindennapjainkat, lehetőséget szeretnénk adni. Miért? Mert egyszerűen ezek a témák, ezek foglalkoztatnak bennünket. Nagyon sok az ambiguitás, nagyon sok a kérdés ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan, hogy ki mit gondol erre. Nem állítjuk, hogy nálunk van a bölcsekkora, és tudjuk ezekre az egyértelmű válaszokat. Viszont meghívunk mindig olyan szakértőket, és különböző nézőpontokról nézünk rá azokra a kérdésekre, annak érdekében, hogy kapjunk egyfajta igazodási pontot. És bízunk benne, hogy minden egyes alkalommal mindenki úgy tud elmenni, vagy kapcsolódni, hogy elvisz magához, magával egy olyan gondolatfogast, ami a mindennapjaiba segíti, hogy a jövőnek legyen jövője, és reménnyel, hittel és aktív cselekvéssel tudjon érte tenni. A mai nap is ennek szellemébe szól. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megkérem Bognár Károly kollégámat, hogy felvezesse a mai nap témáját és a meghívott vendégeinket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marina, én is szeretettel köszöntök mindenkit itt is a monitorok elő, természetesen a beszélgető partnereinket. Emlékszem, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy mi legyen ennek a beszélgetésnek a témája, akkor én azt mondtam, hogy Melinda, már olyan régen beszélgetünk a gazdaságról, talán az első beszélgetésünk szólt kifejezetten a gazdaság és a Covid össze kapcsolatáról, és akkor Melinda azt mondta, hogy jó, de most ne GDP-ről legyen szó, meg növekedésről, csak legyen szó valami új dologról, hogy hogyan él a gazdaság, hogyan lélegzik, hogyan változik, hiszen a gazdaság is ugye egy élő organizmus, különböző intézményi formákban szervezi meg önmagát, különböző új dolgok jönnek, diszruptív technológiák, formák, üzletek, és akkor erre próbáljuk ráfűzni ezt a mai beszélgetést. Rendhagyó formák születése vagy változáskészség a gazdaságban, ez a beszélgetésünk címe, és akiket meghívtam, Budai Bence, a Wallis transformációs igazgatója, de őt elsősorban most azért hívtuk meg, mert 3 évig ő volt a ShareNow autó megosztó cég ügyvezetője, úgyhogy miután sharing economy-ról, platform economy-ról lesz szó, elsősorban erről fogjuk kérdezni, mert köszönöm szépen, hogy eljöttél. Horváth Gáspár, szia Gazi, a miutcánk.hu társalapítója és termékfejlesztési vezetője. Sárvári Krisztina, turisztikai szakember, tanácsadó, több szálloda volt igazgatója, Malév munkatárs, utazási iroda dolgozó és vezető, úgyhogy Krisztinával is majd arra fogunk beszélni, hogy a hagyományos üzletek, a hagyományos formák hogyan állják a versenyt az új kihívásokkal. Szervusz Krisztina, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, de hát ilyen az ABC, Zilahi Gyulát köszöntöm, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem környezetgazdaságtan és fenntartható fejlődés tanszékének vezetőjét. Szia Gyula! Hát ha már sharing economy, meg platform economy, azért elengedhetetlen és elkerülhetetlen, hogy valamilyen formában szóba kerüljön meg a fenntarthatóság, és a Gyula és csapata behatóan foglalkozott és foglalkozik ezzel a témával. Na, ennyi bemutatás után akkor nézzük, hogy miért és miről is fogunk beszélni. Engedjetek meg néhány adatot arról, hogy ez az új világ, ez az új szerveződési forma, ez az új szegmens a gazdaságnak, ez hogy fejlődik. 3 adatot hoztam. Az egyik, hogy az Airbnb a világ 190 országának 34 ezer városában 2 milliónál is több meghirdetett szálláshelyen rendelkezik ma már. Majd Krista kijavít, ha rossz az adat, vagy régi, lehet, hogy neki van újabb. Egy másik fontos adat, ez egy korábbi Pricewaterhouse tanulmány, ez szerint 2013-ban, abban az 5 iparágban, amelyben az új üzleti modell leginkább jelen van,
és engedjétek meg, hogy ezeket felsoroljam. C2C hitelezés, illetve közösségi finanszírozás, online távmunka, autómegosztás, lakásmegosztás, online zene és videó streamelés. 15 milliárd dollár árbevételt értek el ezek a cégek 2013-ban. A PVC becslése 2025-re 335 milliárd dollár. Úgyhogy eléggé diszruptív a dolog. És végül, de egyáltalán utolsó sorban, az Európai Bizottság elemzése szerint a világ útjai jelenleg közlekedő körülbelül 1 milliárd autó közül 740 milliót csak egy személy használ, egy átlagos házban, háztartásban pedig 3000 dollár értékű kihasználatlan eszköz található. Ezt éreztetek a miutcák.hu annak idején, de majd azt Gazsi elmondja nekünk, hogy hogyan. Hogyan működik ez a terület, hol működik jól a sharing economy, milyen perspektíva előtt áll, hogyan kapcsolódik a fenntarthatósághoz, milyen kihívások elé állítja a hagyományos cégeket. Nagyjából erről fogunk beszélgetni. És akkor vágjunk is bele. Az első kérdésem és az első témakör, hogy szerintetek milyen szükséglet hívta életre a megosztáson alapuló gazdaságot, és mit tette lehetővé a megszületését? Miért? Miért volt olyan időszak, amikor még nem volt sharing economy, és mi történt, amikor aztán lett sharing economy, vagy platform gazdaság? Gyula, rádnézünk. Kezdjük az menedzsment elméleti alapokat, jól fogom átvenni, hogy milyen szervezet elvétek magyarázhatják ezt meg, nyilván nem. Hát azért ugye szerintem az első dolog az lenne, hogy kicsit definiáljuk is, tehát a megosztáson alapuló gazdaság, ezt szeretjük használni, de közben beszélünk közösségi gazdaságról, access economy-ról, peer-to-peer economy-ról, az autómegosztásban, car sharing-ről, drive sharing-ről, van még biztos 2-3, ugye? És ezek mind mást jelentenek, és egyébként más is a logikájuk. Ugye mi fenntarthatósági szempontból elemezzük ezeket, és ezért nagyon fontos, hogy ezt a logikát lássuk. Azért az eredeti változatok, hát volt mindig is, tehát azért megosztás az mindig is volt. Most beszélünk prosumerekről is, ugye az a fogyasztó, aki termel is mondjuk napenergiát, na de háztáit mindig is csináltunk. Tehát a prosumer az inkább életmód volt, most pedig egy érdekesség, ugye, ami ugye megint a vizsgálattárgyát képezi. Hát nyilván az eszközök kellenek ahhoz, hogy mondjuk akkor beszéljünk modern megosztásról. Mert ugye volt megosztás, legyen akkor ez a modern fajtája, eszközök nélkül nem fog menni, ugye a fali újság régen is volt, a fali újságra kitettük az egyetemen, hogy merre szeretnénk hétvégén menni, és akkor akár 10-15 út is létrejött egy hétvégén, hát most meg ugye sok millió utat osztanak meg ugye interneten, ugye különböző platformokon az emberek, tehát nyilván az eszközök kellenek hozzá, az internet kell hozzá, a városiasodást szokták egyébként, mint ugye mozgatórugót mondani, ugye a Sherman esetében ez különösen, tehát az ilyen helyi jellegű megosztásoknál ez fontos, a népsűrűség növekedését, és egyébként a fenntarthatóságot is, tehát ugye a környezeti problémákat is, mert azért kimutatható, hogy a felhasználók, ha nem is ez a fő domináns motiváció, de a motivációk között megjelenik a környezetvédelem, és azért használják ezeket. Köszönjük szépen, Bence. És nagyon örülök, hogy Gyula ezzel kezdte, hogy tisztázzuk a definíciót, mert én is mindig ebben akarok bele, hogy a definíció, így lehet, hogy nem tudom én, 15-20 éve le valaki, de az intézmény, az a transzakciós intézmény valószínűleg létezett már korábban is. Én mindig a kedvenc példám, hogy akkor ez a sharing economy-e. Emlékszem, hogy amikor mi 88-89-ben Kelenföldön laktunk egy panelban, és valahogy nekem abban az időben édesapámnak már volt egy Hilti üdvefúrója ebben a bőrönben, mert gyerekének egy óriási bőrön, és akkor nagy érték volt. És nekünk volt a házban, és állandóan az van meg emléknek, hogy mindig jönnek a szomszédok és elkérik, mert hogy ezzel már szét lehet fúrni mindent. Elviszik, visszahozzák másnap is, hoznak pogácsát, meg mit, beiglit, meg palacsintát, ugye megbézzük. És tudok, hogy ez sharing economy vagy cserekereskedelem? Ha a sharing economy azt mondja, hogy alapvetően egy jelentősebb értékű eszköz vagy erőforrás felhasználásának és monetizálásának a megosztásáról beszélünk, akkor igazából hol mai szobalunk ez nem sharing economy volt. De hogyha ma ugyanezt csinálnám, csak éppen van a lakótelepen belül mondjuk egy applikáció, felteszem, hogy nekem van a megosztóm, és akkor vagy van neki napi díja, vagy nem tudom, cserébe is, akkor már sharing economy lesz. Tehát, hogy nagyon-nagyon szükek ezek a magic, miközben a mögöttes igény az ugyanaz, egy ritkaság számba menő erőforrás, hogy az egy hotelszoba Sydneyben, vagy egy külön hálószoba, hogy az egy ütvefúrra, hogy az egy autó 10 perc a városban, az már majdnem mindegy, de tulajdonképpen ez a tranzakció leképeződik ezerféle módon. A nagy újdonság szerintem az, amire utaltál, hogy olyan technológiai platform jött létre,
mindenki számára elérhetően, ez alapvetően a mobil internetre gondolkod és a smartphone jelenti, és az online paymentnek a teljes elterjedését, hogy gyakorlatilag bárki nagyon alacsony belépési küszöbbel tud belépni felhasználói, vagy pedig ilyen szolgáltatói oldalakon is ebben az oldalakon. Most oké, mi a Sárnánál üzemeltettünk 500 autót, osztunk meg Budapesten, az egy jelentős nagy értékű flotta, de kedvenc például, hogy én nagyon szeretek síelni, és már vettünk 10 éve egy sítetőboxot az autóra, hogy ne kelljen mindig izé. Azóta, amit nekünk van, állandóan jönnek a barátok, hogy akkor mi mikor mentek, és akkor el lehetne kérni, az nyilván nem monetizálom feléjük, de hogyha megtehetném gyakorlatilag holnaptól kezdve, hogy az én tetőboxom azt fel van, és lehet vinni napi ennyi. És ezt csinálják sokan. Tehát, hogy ez a fajta evolúció, ez közgazdaságban is szerintem, bár vannak nagyobb szakértők a teremben nálam ehhez a témához, de felhasználói igényként mindig ott volt, a technológiai evolúció pedig azt kis belépési küszöbbel elvitte sok 10 meg 100 millió ember számára, különböző iparágokban és eszközök esetén, vagy erőforrások esetén. Igazából csak egyes számára, hogy mindenki más is szóljon hozzá, de még az se esetleg, az se kritérium, hogy kell-e fizetni érte, hogy ellenszolgáltatni. A couchsurfing, ugye, amit klasszikusan szoktunk emlegetni, az tényleg csak az volt az ellenszolgáltatás, hogy találkozhattam emberekkel. De aztán mégis hamar Airbnb lett belőle, mert párra azt mondták, hogy hát jó ez a buli, jó ez a, hát de jó ez a buli, de hogy jobb lenne pénzt is kapni érte. Most azt nem egyébként, hogy az Airbnb meg az Uber az mennyire megosztással alakuló gazdaságot. Erről majd szerintem beszéljük. Tehát amikor én megkaptam a feltérést, akkor én is ugye azzal kezdtem, hogy beütöttem, hogy akkor most egyáltalán miről beszélünk. És utána megnéztem azt, hogy és a szállodaipar vagy a turizmusban. És automatikusan az Airbnb jött ki természetesen, mind a szálloda iparnak ilyen szempontból mondjuk azt a versenytársa. De ami érdekes, hogy nagyon sokszor ezek az online portálok, tehát például booking.com is előjött ebben a foglalomkörben, ami azért érdekes, hiszen ez egy olyan platform, ahol mind a hagyományos szálloda és az újszerűnek mondott Airbnb, vagy az ennél még klasszikus, vagy talán jobban a körbeillő megosztás, amikor én a saját lakásomat, azt mondom, hogy én most elmegyek két hétre, és valaki, aki pont oda akar jönni, az velem így helyet cserél. Tehát ezért a szállodaiparban talán még bonyodalmasabb a meghatározás, hogy mit értünk ezen. Az Uber, hogyha már nem akarok más területére, az talán jobban, klasszikusabban megfogható, vagy legalábbis az én olvasatomban, az sokkal jobban elkülön mondjuk a hagyományos... Ezzel is elvitatkozom. Nekem számomra az talán letisztultabbnak tűnt, de minden esetre... Közben taxisofőrök használták az Igen. Az én iparágomban az Airbnb és a szállodák az, amit így letisztultan így... határoznak meg. Gazsi, ti létrehoztatok egy olyan platformot, ugye, ahol igyekeztek a keresletet és kínálatot egy bizonyos lokációban összehozni. Mi indított titeket erre? Melyen irányból kezdtétek ezt az építkezést? Alapvetően egyrészt, ami ugye itt elhangzott, hogy ez a sharing economy az most új vagy régi dolog, tehát hogy az egyik, ami elindított minket, az, hogy én emlékszem arra, erre mindenki emlékszik, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy hogyha az ember elmegy Balatonra, akkor ott a nyaralóban az működik, amiről itt szó esett, hogy a tetőboxot, a gumimatracot, a napernyőt, a grillszéngyújtót, de bármit az ember kölcsön kér a szomszédoktól. Uh-huh. És akkor itt vagyunk a városban, ahol sokkal nagyobb a népsűrűség, sokkal nagyobb az erőforrás koncentráció, elképesztően sok eszköz van, gyakorlatilag minden, amire szükségünk lehet a következő 10 évben, az itt van 100 méteren belül, csak ezekhez nem férünk hozzá. És ez volt az egyik gondolat, ami elindított minket, a másik az, hogy itt vannak ezek a kézzelfogható fizikai erőforrások, de hogy ugyanígy tekintetünk erőforrásként az emberi kapcsolatokra, az emberekre, akik a közelünkben vannak, akár úgymond barátként, akire rá lehet bízni azt, hogy nem locsolja meg a virágokat, amíg én éppen elmegyek nyaralni, akár pedig mint szakemberekre, akikhez el tudok menni mondjuk egy angol órára, és nem kell egy angol óra miatt átutaznom a város másik felébe, hanem csak a szemközti háztömbbe át kell menni. Tehát így nagyjából egyrészt ez az ilyen régi emlék volt, ami miatt elindultunk, hogy átkopogunk a szomszédhoz, és ez működik. Másrészt az, hogy ezt a fajta pazarlást
mind ilyen fizikai, mind pedig ilyen emberi erőforrásokban ezt valahogyan meg kéne fogni, és az eszköz, amiről itt szó esett, hogy internet, az tényleg nagyjából 8 évvel ezelőtt már úgy mindenkinek a kezében ott volt, vagy már lehetett látni, hogy mindenkinek a kezében ott lesz. Amúgy ez egy ilyen vicces apróság, hogy az elején egy olyan weboldalt fejlesztettünk, ami úgy nézett ki, mint egy ilyen parafa tábla, amire ki lehet ragaszgatni kis cédulákat. Aztán rájöttünk, hogy ez így képernyőn nem annyira praktikus, de hogy először ezt akartuk átfordítani az online felületre, hogy bekopogunk és megnézzük a lépcsőházi hirdetőtáblát. Köszönöm szépen, most, hogy így lement egy kör, szeretném elmondani, azt elfelejtettem az elején, hogy időnként majd megállunk, és lehetőséget adunk arra, hogy a jelenlévők is kérdezzenek, meg azok is kérdezzenek, akik nézik a beszélgetésünket. Ők chatben tudnak kérdezni, tehát nem élőben, úgyhogy majd arra kérek mindenkit, hogy amikor elérkezik az idő, akkor éljen a lehetőséggel. Oké, sharing economy, platform economy, sokféle elnevezés van. Valószínű egyébként, hogy a technológiai fejlődés és az, hogy ez milyen tömegessé vált, valószínű ott lehetett valami átfordulás, mert persze mi is kértünk kölcsön, de azt gondolom, hogy ez most már jóval szervezettebb formában működik és szervezettebben megy. Ti hogy látjátok, hogy milyen üzleti modellek léteznek? Miből szereznek profitot ezek a cégek? Mennyire profitábilisak? Mennyire fenntarthatóak ezek a pénzügyileg hosszabb távon a sharing economy szereplői? Nekem még egy gondolatom támad, hogy a turizmusnálhoz visszatérve, és talán ez kevésbé említik, mint klasszikus példa, az utazási irodák, ami ugye az előző területen volt. Az utazási irodáknak ez hogy működik? Van erre az analógiára. Ugye régebben hogy volt, elmentem, valóban elmondtam, hogy én az Ibusszal utaztam, milyen szállásaim voltak és egyébként. Most ehelyett, hogy ez modernizálva, ugye az utazómajom, az egyéb online platformok, ahol talán még sokkal jobban látszik ez a, mondjuk azt, hogy szabályozási különbség. Hiszen egy utazási irodának, és azért mondtam ezt a példát, állati sok szabálynak kell megfelelni, például egy pénzügyi garanciának, ami egész komoly összegeket jelent egy nagy utazási irodánál, szemben mondjuk egy utazó majommal, vagy bármilyen tanácsadónak nevezett céggel, akinek tulajdonképpen mindenféle kötelezettségvállalás nélkül kér 2-3-5% mondjuk azt, hogy tanácsadói díjat, viszonylag kevés költséggel, és ezáltal talán sikeresebb is pénzügyileg, mondjuk, mint egy utazási iroda. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan tud ez haladni a jobban szabályozott, meg kevésbé szabályozott irányba. Ehhez kapcsolódóan készült egy felmérés az Airbnb, meg többek közt a mi részvételünkkel is, ahol az derült ki, hogy az, hogy valaki használ ilyen eszközöket, területeket, az nagyrészt attól függ, hogy mekkora bizonytalanságban van, és hogy akkor itt az egyik lehetőség, amivel nagyon sok ilyen platform foglalkozik, hogy elkezdi standardizálni a szolgáltatást, akár az Airbnb, vagy az Uber, és mindenféle szabályok vannak, akár ugye vannak ezek az autómegosztók, ahol van egy fix flott, és az ember pontosan tudja, hogy az egy jó illetve autó lesz, amiben automata váltó van. És akkor ugye a másik rész pedig mondjuk a couchsurfing, ahol hát az élménynek egy jelentős része a meglepetés és a kiszámíthatatlanság, ami nagyon sok ember távol is tart ettől. Uh-huh. És szerintem az üzleti, tehát a monetizálás is a két irány, tehát a két végletnél az egyik az, amikor tulajdonképpen egy ilyen adomány rendszerem alapul a couchsurfing, ahol így jó hiszemű emberek többé-kevésbé olyanként adnak ebbe pénzt, míg a másik rendszer az inkább olyan, mint bevenni a boltba, és akkor ott vannak felcímkézett termékek, ennek van egy fix ára. Amikor a kérdés profitabilitás volt, ezekről beszélünk, nagyon fontos, hogy külön definiálni ennek részpiacait. És mondjuk most csak visszatérve, az nagyon fontos, hogy sharing. Egészen 15 év ezelőttig egy magyar vagy egy európai nagyvállalat, hogyha nem tudom én, fejleszteni akar szándékos kapacitást, akkor elkezdett vásárolni szerveket magának, sok ezer dollárért, amik aztán elavultak, ugye cserélni kellett, karbantartani. Ma meg azt mondja, hogy megveszi a felhőben, mondjuk az Microsoft Azure-t, és gyakorlatilag bármilyen rugalmas árazásban korlátlan kapacitást elér.
Most akkor ez sharing-e, hogy gyakorlatilag a Microsoft azonnak a központi cloud kapacitását, azt egyszerre több millió cég vagy kutató használja a világon. Egy nagyon drága központi erőforrás, párhuzamosan megosztva, sok szétszórt szerintnek elérhető, a technológia, az internet meg a payment által. És aztán beszélünk peer-to-peer sharingről, egymásnak adjuk és elszámolunk, van B2C, amikor egy nagy platform, sok ember vagy B2B. Tehát hogy azért mondom, hogy amikor sharing economy megtérül és profitabilitás, ez még sajnos nagyon tovább kéne darabolni ez az egész tortát. Segíts, csak azt akarom, és oda akartam megkötni, hogy mikor beszéltünk profitabilitásról, hogyha nyilvánvalóan van egy olyan piaci penetrációja ennek a modellnek az adott iparágban, ami már egyébként versenyképesítésű, gazdaságosát teszem, hogy költség oldalon, aztán persze keresleti oldalon is az ő versenyképességét. És ebben ugye ahány iparágról beszélünk, szállodaipar, eszközmegosztás, autómegosztás és ott, amik tudja mi, ezek mind historikusan és az alapiparág is más-más életszakaszban van, tehát benne a sharing megoldás is más-más életszakaszban van. Korai fázisban, mint egy legiparági görbékről beszélhetnénk, értelemszerűen amúgy is nagyon-nagyon nehéz profitabilissá válni, hanem gyakorlatilag ugye ez egy verseny a piac szerzésért, azért a pozíció szerzésért, amikor már magát validálja a koncepció, és maga tud képes állni, keresetet generálni. Ahány sharing modell, annyiféle különböző fázis látunk. Akkor szerintem menjünk egy kicsit közelebb a kérdéshez. Most te beszélt, úgyhogy megkérdem a Gazsi, mi a ti üzleti modelletek? Miből van bevételetek? Ugye erről azért már egyezőt beszélgettük egy kicsit korábban. Nyereségesek vagytok-e? Milyen terveitek vannak rövid, közép, hosszú távon? Hát mi ebben a fejlődési szakaszban, ami utcánkra eléggé, mondhatom azt, hogy korai szakaszban vagyunk, tehát hogy mondjuk Budapesten a lakosságnak 2-3% az, aki ezen fönt van. Tehát itt inkább, itt még nem az üzleti modell, hogy a felhasználók, illetve a tranzakciók alapján generálunk bevételt, ez nem működik, úgyhogy elkezdtünk nézelődni, hogy mi az, ami működhet emellett. És akkor ugye jött egy olyan irány, hogy ezt mint médiafelületet, hirdetési felületet lehet értékesíteni, de az derült ki viszonylag hamar, hogy ez a felhasználói szokás, ezek a visszatérési számok, ezek nem teszik lehetővé azt, hogy igazából ezzel profitot lehessen teremteni. Viszont aztán jött egy következő lépés, hogy mi ugye így az egy környéken lakókat kötjük össze, és hogy egy-egy környéknek, kerületnek, városnak az életében nagyon fontos szereplők vannak az embereken és a használati tárgyakon kívül, és ezek az önkormányzatok. És elkezdtünk egy olyan szolgáltatást nyújtani az önkormányzatoknak, hogy tulajdonképpen ők elérik azt a közösséget, akik egy adott területen laknak, akik azért vannak ott, mert meg akarják ismerni egymást, eszközöket akarnak megosztani, és alapvetően valamilyen szinten ők lokálpatrióták, tehát jobban érdekli őket az, hogy mi történik azon a területen, és akkor így készítünk felméréseket, kutatásokat, illetve kommunikációs feladatokat látunk el önkormányzatoknak, illetve bizonyos ponton nem csak önkormányzatoknak, hanem olyan szolgáltatóknak, akik helyileg érintettek. Vannak hasonló platformok, például Hollandiában, ahol a bérbeadó és a bérbevevő nem is találkozik egymással, hanem a platformon keresztül jut át a termék, adott esetben akár egy futár oda megy, megfogja a Hilti fúrót, átviszi, és van egy napi díj, és az egész az gyakorlatilag egy sokkal inkább a szolgáltatáshoz, a termékekről szól, vagy a termék használatáról. Itt nálunk meg sokkal inkább szól arról, hogy azért ezek az emberek is vegyék meg egymást, és épüljön közösség. Uh-huh. Ez amúgy valószínűleg hát rövid és középtávon üzletileg sokkal kevésbé egyszerű. Viszont hosszú távon azt gondolom, hogy ez lehet egy olyan erős maga, ami miatt ez nehezebben lemásolható. Tehát ha nincsen közösség, csak fúrók, akkor bárki hozhat fúrót. És hogyha olcsóbban hozza, vagy gyorsabban, akkor az el tudja vinni a piacot. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy itt a többi platformnál is az a kérdés, hogy hogyan lehet a piacot egyrészt megszerezni, és aztán megtartatóvá tenni. Aha. Mondjuk az Airbnb-nél ez nem kérdés, hiszen az egyértelmű, látjuk, hogy az Airbnb még nagyon gazdaságosan üzemeltethető. De hogy indult? Tipikusan, hogy akkor volt egy plusz lakásom, meg egy plusz szobám, azt tettem ki. Ez képest ma,
a kínálatnak a nagy része, azok 5-10-15 apart, és mind a kezdve akarnak egy piac, szállodai piac téri már, mert már nem a tényleges semmi része, hogy a hátsó kertben a kis házat kiadom, hanem gyakorlatilag testen is, ugye felvásárolok lakásokat, és az jó kinőkötetet. Tehát, hogy nagyon hamar a gazdaságossági kényszer az elmozdítja ezt a, ezt a skálát, nem? Hogy honnan indul és mi lesz belőle. Erre akartam én is rákérdezni, hogy igaz az a hipotézis, mit mondottok arra, hogy ugye azok az elsőkörös felhasználói elsősorban egy ilyen sharing economy-nak, akik mondjuk a bizonytalanságot, a kiszámíthatatlanságot akár mondjuk jobban elfogadják, és kevésbé standard működést várnak el ettől az egésztől, és ugye a szervezet életciklusában a cég ugye megtapasztalja, hogy milyen, amikor csak kísérletezik, és ahogy egyre standardebbé válik akár a működés, akkor akár elkezd az üzlet szabályi szerint egyre jobban működni? Tehát van egy ilyen korreláció? Abszolút, biztosan. Tehát annyira mindig újszerű a megoldás, mert valószínűleg egy meglévő tranzakcionális folyamatba belép közvetítőként, elosztóként, ami átírja az addig ottani ügyfélutat, customer journey, vagy értékláncot is újraosztja mondjuk akkor az értékteremtési kinek mi jut abból az egész szakaszból. És persze az elején ugye ez kísérletezéssel történik, alacsony befektetéssel, próbajelleggel, tehát nem stabil minőséggel, amit tolerálni kell egy korai, ugye early adopter felhasználni, nyitott ezekre az újdonságokra, de aztán idő után elfogy a türelem, tehát hogy is mondjam, szexi volt ez a kezdeti botlatozás, de egy ponton az mondja, hogy ahhoz, hogy nekem ez intézményes beépüljön az életvitelembe, ahhoz én elvárom azt a fajta stabilitást, rendelkezésre állást, amit egyébként a másik rendszertől elvárnék. Hát igen, ám csak az a másik rendszer azért tudja azt adni, mert máshogy van összedrótozva. Ezért más az neki mondjuk az állási struktúrája is. Tehát, hogy megkapni egyszerűen rugalmasságot, a rugalmassági előnyt, az árelőnyt, a minőségi, meg a gyorsságot, ugye nincs általában ilyen szent háromság, pedig mindenki ezt szeretni, és azt szerintem még a sharing economy mai formájában nem tudta még ezt sem megugrani. Mindig valahol igényekből igenis fel kell adni a felhasználónak is. Talán ide tartozik az, mert néztem statisztikát, ami felhasználást mutat, és a megkérdezetteknek ebben a statisztikában 32%-a használta már az Airbnb-t valamikor is. 60, nem tudom, hogy ez meglepő szám vagy nem. Megszavaztatjuk a közönség. 66%-a nem használta, ennek az egyharmada, tehát a fele azért, mert nem is volt rá lehetősége, egyharmada pedig azért, mert nincs igénye ilyen típusú szolgáltatása. Talán ez érdekes, meg talán érdekes az is, hogy 44% aki használta a felsőfokú végzettségű, 44% a fővárosban, vagy nagyvárosban él, és végül is nagyjából ezek a számok. Különben csak visszautalva az elejére, hogy én is ezt találtam az Airbnb-nél. 220 országot találtam a 190, és ami talán még érdekes, hogy Afrikában 2022-ben indult, vagy nem tudom, hogy ez érdekes-e, illetve hogy Kínában, ez nekem is meglepetés volt, Kínában a Covid alatt teljesen megszűnt. Tehát a Kínából kivonult az Airbnb a Covid alatt. Ezért? Érted. Ott nagyon szigorúak voltak a szabályokban. Kérlek, csináljunk egy szavazást. Arra kére a teremben jelenlévő, tehát hogy aki már vett igénybe Airbnb szolgáltatást, emelje fel a kezét. Ez több mint 30. Ez elég sok. Hogy még egy picit itt ennél a témánál, igen. Arról van valami elképzelés, hogy most elmondtad úgy nagyjából, hogy mit mutat a statisztika. Városi, de még körülbelül mi kell ahhoz, hogy milyen embertípus az, aki inkább Airbnb-t vesz, ki az, aki inkább szállodát? Én most egy picit elbizonytalanodtam ahhoz képest, amit gondoltam, mert én korosztályt gondoltam mindenképpen, tehát mondjuk a 40 alatti korosztály talán szívesebben vesz igénybe. Mindenképpen nyelvtudáshoz, iskolai végzettséghez ez egyértelmű, tehát akinek nincs utazási tapasztalata, először járt külföldön, az valószínűleg nem fog egy Airbnb-be menni, hiszen ott vágyik arra, hogy fogják a kezét, hogy legyen egy szálloda, legyen egy személyzet, legyen egy... Biztos. Ez mindenképpen, tehát mindenképpen városban élők. Ugye nem véletlen az, hogyha már statisztikáknál tartunk, hogy amikor nézik azt, hogy melyik városokban van legtöbb Airbnb kínálat, akkor ugye nagyvárosokat írnak. London, Párizs, New York, Moszkva, valószínűleg Moszkva most ez 2010
kilencszer, tehát Moszkva valószínűleg most nem itt áll. Rio de Janeiro különben volt akkor az ötödik helyen, és én még egy talán egy picit személyes gondolat, hogy ugye én vidéki szállodákat vezettem. Nekem ugye az Airbnb, mint mondjuk azt, hogy versenytárs, nem jött szóba. Ugye akinek az Airbnb-vel kvázi problémái voltak, szabályozás meg egyebek, azok a budapesti szállodák. És alapvetően Magyarországon én azt gondolom, hogy alapvetően Budapest az, ahol megtalálható. Hívhatjuk persze a vidéki, vagy valami vidéken is van, mondjuk falusi turizmus, falusi szálláshely, de egy picit más, mint amit klasszikusan Airbnb-nek nevezünk. Mm-hmm. Tehát én így raktam össze, fiatalabb, tapasztalt, nyelvtudással, utazási tapasztalattal, és aki, nekem a gyerekem csak Airbnb-t vesz igénybe. Én nem voltam, én szállodapárti vagyok, én szállodában dolgoztam, tehát én szállodában megyek. Ő például azért, mert ő azt mondja, hogy ő nem használja a szállodai szolgáltatásokat. Miért menjen el egy wellness szállodába, amikor nem használja azokat a szolgáltatásokat? Ő egy szálláshelyre aludni megy. Arra meg az Airbnb tökéletesen megfelel. Önállóság, aki önállóságra vágyik, tehát én... Még az üzleti modellre vissza egy kicsit, tehát egyetértek abban, hogy nagyon más. Tehát úgy tűnik, hogy hasonló dolgokról beszélünk, mert a platform lehet, hogy hasonló egyébként, de nagyon sok más közös nincs is bennük sokszor. Tehát az üzleti modell egyrészt nagyon más, másrészt viszont a siker szerintem sokszor a finomságokon múl. Tehát most ugye Budapesten három ilyen autó megosztó, ez most legyen ez autó megosztó, vagy egy autó megosztó. Ha megnézem, most pont a tieteket elnézést nem ismerem annyira, vagy amit csinálsz. Az első kérdésem. Hát igen, ugye, az első kettőbe beléptem, és a harmadikra már nem volt akkora igényem, mondjuk így. Milliméterre ugyanaz a rendszer határ. Igen. Ugye, valószínűleg egyébként nem véletlenül, ugye, meg nem csak azért, mert az egyik le akar nyomni a másikat. A szolgáltatások, hogyha az egyikben három gombot még meg kell nyomnom, ugye, hogy elindítsam az autót, de a másikban nem, akkor egy hónap múlva már abban sem lesz. Uh-huh. Ugye, tehát nagyon ki van ez centízve, hát nyilván a verseny miatt is. Ami szerintem nagyon fontos, az a bizalom kérdése egyébként még. Tehát azt a, hogy most miből is alakult ki, kérdezted az elején, hogy miből alakult ki, hát uh-huh. lehet, hogy a nagy cégeknek szemben nincs meg az a bizalmuk egyébként már. Uh-huh. És most tulajdonképpen olyanokba bízunk, ami a TripAdvisoron vagy a platformon 3 csillag, 5 csillag és hányan értékelték. Tehát tulajdonképpen ugye a taxisok annak idején az Uberrel az volt a fő problémájuk, hogy ugye nincsen szürke gazdaságban működik, nincsen taxis profi jogosítványa, az autója ki tudja milyen, és simán beültünk az Uberbe, mert 4,3-as értékelése volt. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan bízunk meg olyan emberekben, akikkel soha nem találkoztunk, lehet, hogy van 15 értékelése egyébként, de a fogyasztóvédelmi törvényt, amit egyébként nem tudom hány 10 éven keresztül faragtunk, azt elfelejthetjük. Na most még egy dolog, ugye ebből egyébként az is következik, hogy ugye hány céget emlegetünk itt? 5-5 kávé. Ugye? Ne lerogottunk, de egyébként lenne sokkal több is. Van több, de most azért az Airbnb-en kívül ki hány ilyen szállás megosztót ismer még? Ugye a Couchsurfinget említettük, uh-huh. mint ugye az eredetit, akkor talán van még Agoda, meg egy kettő még. De az már egy platform. Igen, az már ez a marketplace tulajdonképpen. De most, de miért? Ugye pont azért, mert ha egyszer elkezd egy ilyen fejlődni, ez egy elég monopolisztikus piac alakul ki, ugye akkor már oda fogok menni, ahol többen értékelték, ahol több az apartman, ahol több a szállás, tehát ebből nem lesz 25 másik Airbnb, mint hogy Budapesten se lesz valószínűleg 8. autó megosztó szolgáltatás. Már három ismerhető egyébként, hogy három túlél Budapesten egyébként. Gringóval beszélgettünk annak idején, én akkor csak ők voltak, hogy mit gondolnak, hány ilyen cég lesz még majd a piacon. Hát mondták, hogy egy, esetleg kettő még meg tud maradni. De a publikus intonáció mit három veszteséges? Tehát ugye ez pontos, hogy 6 éve, 50 éve mindenképp még a... Ráadásul teljesen más az üzleti modellje annak a cégnek, ami csak ezt csinálja, és az, amelyik egyébként ugye a MOL limo, ami egyébként ugye egy nagy olajvár, uh-huh. és azon belül még megoszt. És persze is erre utatnod, azt mondja, hogy nagyon sok különbségek vannak, teljesen hogy kihagy erre, meddig így van. Nem beszéltünk még arról, hogy bármilyen sejénk van a megoldás, a felhasználó vagy a fogyasztó miért ebben vesz részt, és miért nem másban? Mi az ő egyéni motivációja, vagy kényszerje, hogy belekerüljön? Ez a részéről gazdaságosági kényszere. Azért autóegosztózom, mert soha nem tudnék venni magamnak egy saját autót, tehát az én életem az így képzelem meg. Értékrendi felfogás,
Én azért automegosztózom, mert azt gondolom, hogy, hogy nem, városi környezetben nem szabad mindenkinek saját autót tulajdonolni, az nem fenntartható, én így veszem ki az én részemet a fenntarthatóságból. Szociokulturális vagy társadalmi elvárás. Én azért nem automegosztózom, mert én úgy nevelődtem, hogy az ember akkor lesz felnőtt, amikor saját autója, meg saját lakása van neki. És még vihetném tovább a motivumokat, most az autóválasztásra mentem rá, mert ugye azt mutattuk, és abban értünk, de hogy az nagyon fontos megérteni, hogy bármilyen modell is van, miért megy valaki az Airbnb-be a hátsó, és klasszikusban nem pedig a sok ingatlanba, hanem a hátsó kertbe, a pajta kisházban, Toszkánába, nem pedig a nagy panzolja nagy szállodába. Ez, mert azt akarja látni a vidéket, hogy támogassuk a helyi egyéni vállalkozókat, vagy pedig egyszerűen mert olcsó vagy romantikus. Tehát annyi minden driver a csúnyangosság, annyi minden hajtóereje van annak, hogy fogyasztási oldalról mi az igény, ami létrehozza a keresletet. És ugye valójában egy korai fázisú iparágban, egy korai fázisú szereplő ezt keresi, hogy melyik az igény, ami kellő skál méretben ott van, kellő volumenben, amiben egyébként majd egyszer már el lehet érni profitábilis állapotot. Csak ezt akartam behozni, hogy a fogyasztó szemszögében még nem beszéltünk. Én megkérdeztem a mesterséges intelligenciát erről. Mint egy fogyasztó. Aki miért mennél? Miért mennél erdőben? Mert hogy van a sárgyal. És négy nagyon egyszerű megfogalmazás mondott, gazdaságosabb, rugalmasabb, hatékonyabb, fenntartható. Na, majd meglátjuk. Ami végül is valahol vissza is köszönöm. Majd meglátjuk. Majd Gyuláról fogok kérdezni, csak még a Bencére akarok reflektálni, mert ugye mikor beszélgettünk, akkor is előjött ez a téma, és ez lett volna a kérdésem hozzá, hogy akkor ugye én megkérdeztem, hogy és a fiatalabbak azok rugalmasabbak, jobban igénybe veszik a ti szolgáltatásaitokat, és akkor elég szkeptikusan azt mondtad, hogy hát nem biztos, hogy meggyőződésből csinálják. Hanem, hogy gazdasági kényszerből. Hanem gazdasági kényszerből, vagy lehet, hogy de, sose lesz autó. De ilyen szempont pedig akkor valójában mit csinál az új modell a mi esetünkben? Kielégít egy olyan keresetet, amit a korábbi klasszikus iparági modell már nem lenne képes kielégíteni. Uh-huh. Így van. Ugye most már gyakorlatilag új autót nem lehet kapni 5-6-7 millió forint alatt, régen volt ez, hogy a használt autó sem. Tehát gyakorlatilag van ez, hogy modern társadalmakban, különböző okokból, és megint csak nyilván nem én akarok ebben elemezni, de egyre inkább tolódik az a küszöb egyébként, hogy ki engedhet meg magának ilyen nagy értékű eszközt. De a másik pedig a társadalmi értékrendes elvárás is, kitől elfogadott az, hogy egyébként ő ott parkoljon a háza előtt, közterületet foglalva egy nagy értékű autóval, amelyiket az idő 90%-ában áll. Uh-huh. És mondjuk egy bizonyos társadalmi jövő kultúrában, hogy néznek, mi ugye néha a szlovák rendszámunkat csintunk össze, hogy azért ez lehet, hogy nem kéne, vagyis nem tudom. De másodszor pedig azon, hogy akkor tényleg a Jenneszék még mindig a Stockholm belsőben még mindig vettek, hát érdekes, már mindenki biciklivel, mert mindenki kárseringezik. Azért ez fura róluk elmondva, hogy ők nem haladnak a korral. Tehát annyi minden, és ebben is Európán belül különböző országok, nagyon különböző társadalmi érettségi, és persze gazdasági fejlettségre és fázisban állnak. Szóval nem lehet egy modellt országokon túl csak így szétteríteni, mert nagyon más az a helyi keresleti tényező. Bocsánat, hogy hosszú volt. Csak egy nagyon rövid gondolat, hogy pont pár héttel ezelőtt a Lánchíthoz kapcsolódóan csináltunk egy ilyen közlekedési felmérés Budapesten. Nem erre volt kihegyezve, de ott az derült ki, hogy az emberek egyre több különböző közlekedési eszközt használnak, a carsharingtől kezdve a biciklin, a BKV-n át egy csomó mindent. És hogy gyakorlatilag az első és legeslegfontosabb ilyen szempont, ami alapján az emberek választanak, túl azon, hogy mondjuk valakinek van-e jogosítványa vagy sem, tehát hogy vannak-e ilyen határok, amiket egyszerűen nem tud. És ott a gyorsaság volt egyértelműen a legelső. Uh-huh. Rugalmasságtan. Igen, és ezen a gyorsaságot persze ki lehet bővíteni arra, hogy most az ember nem tudom parkol, vagy milyen sávot használhat, vagy éppen lezáráson hogyan. Én csak azt is mondom, szerintem, hogy a beszélgetés nehogy beragadjon ebbe az egész carsharing témába, nekem aztán pláne nem agendál ez az egész, hanem inkább arra beszélni, hogy iparákon átívelően miért van ez a jelenség, miért kezdődött el, miért nem fog egyébként tudni túlélni egy jelentős részletnek a modelleknek, és visszarendeződni a korábbi rend, hiszen gyakorlatilag ezt tartósan finanszírozni, fenntartani egy vadi új bizniszből, vagy mondjuk egy 100 éves szállodai bizniszből, vagy egy 100 éves autókereskedői bizniszből, teljesen más ezeknek a modellje, és megint nem visz az autókhoz. Hát ennek szerintem sokkal inkább ez a társadalmi, gazdaságossági igény az, amit érdemes lehet elemezni, mert azt mondtam, amikor egy éve beszélgettem egy ilyen konferencián, hogy maga amikor azt mondjuk, hogy sharing economy, hogy erőforrásoknak a megosztott felhasználása
gyakorlatilag platform alapon valós időben, valós kifizetéssel. Ez szolgáltatói, infrastruktúrás oldalon mindenkit, minden iparágban érint. Aki megosztja az irodáját, az sharing economy, vagy nem? Aki felhő alapú dolgot használ. Már csak a felhőről beszélünk, de hogy az mit jelent egyébként tranzakcionálisan, arra akkor hogy tekintünk? És gyakorlatilag az a kérdés, hogy van-e nekem bármelyik iparágban, bármelyik értékláncban nagy értékű kihasználatlan kapacitásom, és az a versenytársam, akinek hasonlóan volt ilyen kihasználatlan kapacitása, de azt valahogy monetizálni tudta, az előnyhöz jut-e velem szemben. Mert ha igen, és az tartós előny tud lenni, akkor azt fogja újrarajzolni az iparági struktúrát, nem pedig azt, hogy most akkor ez applikáción kell ilyesmi, hanem versenyképességi szempontból fog ez. De csomó olyan iparág lesz, ahol azt gondoljuk esetleg ma, hogy ez jönni fog, és majd ott felül fog kerekedni, és nem fog felül kerekedni ilyen vagy olyanokból. Köszönjük, Bence, most Melinda parancsolj. Én szeretnék egy olyan gondolatot hozzátenni, hogy nagyon érdekes a kérdés, amit feszegetsz, hogy mi az, ami létrehozza ezt az igényét. Hát mindig is az élet története során az emberekben meg volt az igény, hogy keresse valami újat. Valami újfajta, bármilyen motivációt, gazdaságosság, fenntarthatóság, egyszerűen csak valami másságot. Ez mindig létrehoz egy disztruktív megoldást. És ugye az a kérdés utána, hogy ezt hogy tudod fenntartani. És ide utalnék vissza, amit te mondtál, hogy kell hozzá egy bizalom. Tehát hosszú távon ugye az early adapterok elkezdenek használni, de mondjuk egy early adapter az nem több, mint 10-15%-a a populációnak, még kevesebb. Azt mondanám az innovátorral együtt. Ahhoz ebből igazából egy skálázott tevékenység legyen, ennél azért minimum 25%-nyi elfogadásra szükség van. És ugye ahhoz, hogy a 25% elkezdje használni egy valamit, az a bizalomra van szükség. Bizalom a termék iránt, bizalom egy márka iránt, és bizalom az a személyek és a kultúra iránt, aki ezt képviseli. És ahhoz, hogy ez egyébként kialakuljon, ebből fakad akkor az egész, hogy sok-sok disztraktív dolog elindul, de kevés lesz, aki ezt a három bizalmat ki tudja építeni. És ehhez... Igen, meg kultúra, meg szabályozás, meg hogyan áll hozzá az állam, meg nagyon sok minden még, de a bizalom az alap. Itt egy picit álljunk meg, mert hogy ígértük, hogy lehet kérdezni. Úgyhogy feltenném a kérdést, hogy van-e kérdés itt a teremből? Nagyon jól mondtam a modell szempontjából, hogy ugye osszuk meg azt, ami extra kapacitásunk van, aztán amikor rájövünk, hogy ez működik, akkor elkezdjük tovább építeni. De egy szó, egy közösen, és ezt akarom megkérdezni, hogy mit gondolsz arra, hogy mi a gazdaságosság? Tehát, hogy amikor elmondtad, Dazsi, hogy a ti megoldás, hogy próbáltam regisztrálni, nem sikerült végig, de meg ugye meg fogom mondani, hogy miért nem működik, mert igazából a végén én azt gondolom, hogy mindegy, mitől lesz profitábilis, ha kellően nagy, akkor működtetni tudod, hiszen egyébként a felhasználás exponenciálisan tud nőni, de közben meg ugye a háttér, a fenntartásra szánt háttér energiaforrás, az pedig nem kell, hogy növekedjen. És ez az én kérdésem, hogy szerintetek, hogy miért nem mondtátok azt, hogy a méret gazdaság sem, mert egyébként a felhő az ezért működik. Mert mindegyik más, tehát hogyha most elnézést ti rendszereteket nézel, akkor azért egy komoly tőkebefektetés. Bizony. Egyetlen, ez nem olcsó ezeket az adatokat. Kitenni, tankolni, karbantartani, ezeket jobban amortizálják. Valószínűleg egy kicsit mint a saját autót. De a másikra meg mennyi kell? Az Oscar-t nézegettük, ugye az egy drive share platform, ugye az egy távolsági közlekedés, mint a BlaBlaCar, ami Európában domináns. Magyarországon az Oscar megmaradt függetlenek. Szeretjük nézegetni, mert egyetemi hallgatók alapították. Tehát ugye ők szívesen jönnek is hozzánk. Egy kis lakásban ül négy kollega, és több millió utat lebonyolítanak. Tehát nyilván befektettek rengeteg munkát, meg ötletet, meg kreativitást annak idején, de ő neki egyetlen egy autója sincs, egyébként biciklivel közlekednek, Oszkárral maguk is, nem kell karbantartani, és működik az egész rendszer. Tehát, hogy a méretgazdaságoság teljesen más fog jelenteni nálatok, tényleg, hogy mekkora rendszer kell rányomtóval, meg náluk, ahol tulajdonképpen kicsi. Én nem tudtam, hogy azt mondtam, hogy, ugye, hogy az, hogy mekkora piaci penetrációt tud elérni, milyen időtávon, én azt értettem alatta pontosan, hogy gyakorlatilag ez folyamatosan, amikor az ember benne üzemeltet és látja a számait, és hogy mekkora befektetés mellett ez hogyan fut fel, mert ugye óriási induló befektetés, nulláról felfutó piac és kereslet. És aztán van egy görbe, és az ember ezt projektálja előre, vagy sikerül, vagy nem, jön a Covid, stb. Tehát ez már a részletkérdés. De gyakorlatilag ez egy ilyen rohanás, azért az ilyen végcélért, hogy átérjek a folyón a csónakommal addig, ameddig áttöri azt, hogy a break-evennek mondja ugye szépen angolul is ugye ezt a profitabilitási áttörést, amikor ténylegesen önfenntartóvá válik a modell, mert akkora piaci stabilitás, penetrációt ért el, hogy az gyakorlatilag az a kereset a stabilan kalkulálható. De ezen az úton
ez kinek? 3 év kinek? 10 év kinek? 20 év? Ezen a 100-ból 95 az elvérzik. És azt mondom, nem, mert azért nem mondunk egy sok céget, mert van 100 meg 1000, akit már gyakorlatilag olyan hamar elszálltak Ázsiában, Amerikában itt, hogy már nem maradt meg a fejünkben. Hát a belépő nagyon hamar... És ez most vagy a tőke miatt, vagy azért, mert ugye a másik gyorsabban nő, mert ugye... Hát vagy az inkumbens része tudott vágni bizonyos módokon. Na de akkor jön az inkumbens, és akkor a Car2Go, amelyik meg a Mercedes, ugye Daimler tulajdonában van, ez megint egy másik történet. Ugye miért fog egy hagyományos autógyártó, autó megosztó... Már nincs egyébként, hogy neki nem akar kimaradni ebből a buliból. Ki tudja, mi lesz. Akkor, ki tudja, mi lesz. Egy ideig ugye beletette, pakolta. Ennek elfogyott a türelme erre, aki ebbe hisz és akarja csinálni, az vigye másokat. Meg félek, hogy rájött arra, hogy ettől még nem fognak kevésebb autót venni. Oké. Mert egyébként találkozunk a szabályozással. Szabályozás egyébként szabályozónak, hogyha van egyébként feltartatósági célja meg értékrendje, ha van, és az milyen, akkor tesz-e szabályozás oldalon azért, hogy egyébként elősegítse az ilyen feltartatóbbnak mondott, vagy ténylegesen az modelleket, az egyébként kevésbé feltartató inkubáns modellekhez. Mert viszont, hogyha áll és néz, akkor azért a piaci mechanizmusok azok olyanok, hogy azért ott a legacy felhalmozott tőke, az sokáig képes, hogy is mondjam, nem a módszerre, hanem átformálni a piaci erőket, és akár ugye ebben a pont a felfutási szakaszban gyakorlatilag el lehetett rendelni bizonyos szerintüket. Igen, majd erről fogunk még kérdezni egyébként a fenntarthatóságról, Gyula, mert ugye elég bátran foglalkoztak vele. De még Krisztántól szeretném megkérdezni, hogy Krisztán, hogy tanácsadó vagy. Működtettek egy oldalt, a hotelmentő.hu-t, többnyire olyan tulajdonosoknak adtott tanácsot, akik nem turisztikai és egyéb szakemberek, nem utazásirodákból lettek tulajdonosok, hanem volt pénzük és befektettek mondjuk egy szállodába, és azt most kéne üzemeltetni jól. Figyelembe veszitek a tanácsadás során ezeket az új trendeket, új jelenségeket, például Airbnb, Couchsurfing és így tovább, amikor próbáljátok kialakítani egy szálloda működésére? Ez egyértelmű, hiszen azt a piaci környezetet kell először vizsgálnunk, ahol az az adott szálloda működik, és utána tudunk igazán az üzemelésnek a leghatékonyabb módjára tanácsot adni, vagy arra rávezetni. Tehát egyértelmű, hogy meg kell néznünk azt a piaci környezetet. Ugye alapvetően, akik erre a tanácsadásra igényt tartanak, ahogy mondtam, inkább vidéki szállodák, szálláshelyek, ahol talán például ez a típusú megosztás kevésbé... érzik. Vagy kevésbé versenytárs, és ez ugye vidéken alapvetően milyen típusú szállodák vannak, ezek a wellness spa, és egyebek ott nem konkurens, én az, vagy legalábbis én így látom, de értelemszerűen meg kell néznünk azt a... Meg a maga a szállodák is ugye a piaci trendekhez alkalmazkodva mit tudnak csinálni, olyan szolgáltatásokat nyújtanak, találnak ki, olyan programokat, amelyek abba az irányba viszik a elpártolt, mondjuk azt, hogy elpártolt ügyfeleket, hogy újra a szállodaikat felé visszaköszönják. Melinda, parancsolj! Két olyan kérdésem merült fel, hogy egyrészt ugye a kollégám megnézte, hogy a chatbot mit mondta erre a disztraktív szóra, és gyakorlatilag, ugye az Andi, és gyakorlatilag mind csak negatív kifejezéseket kapcsolt hozzá. És nekem mi a véleményetek arról, hogy ez a disztraktív az csak negatív, vagy pedig gyakorlatilag ez egy sokkal több egy lehetőség, így hogy megújulást támogató megközelítés, illetve hogy a disztraktív az csak kívülről jöhet? Vagy lehet egy szervezet önmaga, akár egy termékláncot gyártó cég, akármi elindíthat saját magad belső működésében egyfajta megújulást, egyfajta disztraktív megközelítés, vagy ez csak mindig kívülről tud létrejönni. Én csak úgy meglepődtem ezen, mert én ebben a nem tudom, nincs világban, ahol... Nincs meglepődtem, csak behoztam ezt a gondolatot, ez egy igen. Pozitív szerintem is. Kifejezés, illetve... De persze ez nézőpont kérdése, hogy aki éppen disztraktolja a piacot, az örül neki, aki meg éppen, aki lemarad a fejlesztésből, az nem örül neki. De hát ez gyakorlatilag a fejlesztésnek a szinonimája. Abszolút. Mi a disztraktív definíció? Ugye biztosan azt gondoljuk, hogy ez valami nagy robbanás. Nem csak az, hogy nem egy inkrementális változás, nem lépésről lépésre, és nem is egy folyamatszerűleg logikus innováció, sok esetben egy berobban, senki nem gondolt róla, és hirtelen nem tudom, hogy autót, telefonjátok vezetek
más példa. Szóval, hogy az mondjuk, és ez van a fejünkben, hogy ez van nagyon más, mint ami eddig, és amiben a meglévő szereplők valószínűleg az organikus fejlődési útjukon nem ebbe az irányba mentek volna, vagy ide csak nagyon-nagyon késődtek volna, sok lépések is. Ezt képest van valaki, aki olyan hosszú múlt nélkül, olyan hosszú IT megörökölt környezet nélkül egyből egy más fejlettségi szintet ér el, és ő magában nem diszruptív, az lesz diszruptív, mert körülötte a többség az nem ilyen, és azokhoz képest diszruptív. Hát vagy azért is diszruptív, mert tulajdonképpen egy értékláncnak a kialakított működéséhez képest behoz egy teljesen más. Nagyon más, pontosan. Amit a tipikus értelmezett szereplők nem láttak maguk előtt, vagy ha láttak, azt mondták, hogy ez majd sokára fog eljönni, és hogy ahhoz, hogy ezt megcsinálják valamit, az itt kell lenni 50 évig, és végig kell menni, erre valaki fél év alatt a nulláról azt csinálja meg. És akkor az volt a kérdés, hogy lehet-e belülről diszruptívnak lenni. Ha ezt fogadjuk el definícióként, de lehet, hogy titkoztak, hogy más a definíció, akkor szerintem nagyon-nagyon nehéz, vagy nem tipikus, kevés példát látunk erre, mert minden működési dimenzióban folyamatok, technológiai háttér, belső üzletpolitika, vagy üzleti célok, szervezeti kultúra, stb. Gyakorlatilag ez a Münchhausen-bár, hogy saját magamat kéne egy kihúznom és egy másik árokba áttennem, de amiben benne az emberben nagyon nehéz egy teljesen másfélre gondolkodni. Mit látunk? Még nagy látok az innovációs hubokat, ami szerintem nem disztrukció az innováció, azt is külön helyezik. Külön szervezeti egység, külön menedzsment alatt, fizikailag is eltávolodva, hogy nehogy véletlenül a historikus, nagy, inkumbens működési modellek, azok visszahúzzák, vagy tévútra vigyék a garázs vállalkozást, mert hogyha mondjuk az Oscarnak a fiataljainak bent kéne ülniük valamilyen nagy közlekedés szervező cégnek az irodájába, ott végigmenne a döntési folyamatokon, meg a jóváhagyásokon, és akkor egy új kampányt jóváhagyatni hadszintű boldon, valószínűleg már rég elment volna az egész. Szóval neki én a Ringónál még a legelején, hogy a BKK is indít majd autó megosztót, hát én nem látom. Tehát, hogy valahol az ott veszett el. Svájcban, meg Ausztriában van a közösség közlekedés szervezőnek megosztott mobilis szolgáltatóját. De hát más. De meg tipikus. De igen, egyébként valóban egyetértek. Tehát ugye nem miért beszélünk startupokról. Tehát startupnak, ugye disztruktívnak lenni, az tényleg egyszerű, mert ugye ő kitalál valamit, aztán vagy megcsinálja, vagy nem. Egy nagy szervezeten belül nekem ugye vállalkozóként kéne működnöm egy szervezeten belül, ami kockázatot nem visel be általában a szervezet. Tehát az kevés az, amelyik annyira túl. És akkor egyébként teljesen el is különítem azt az üzletágat, vagy azt az innovációs egységet, de még a terméket is, tehát látjuk az elektromos autók, az elsők, azért nem az én észtek teljesen másképp, mert nem lehetett volna hasonló dizájn, hanem hogyha az bebukik, akkor véletlenül se vigyel a hagyományos vevőimet, úgyhogy az életen nagyon félnek, de viszont közben meg látja a cég is, hogy kéne valamit csinálni. És akkor hogy lehet ezt a kettőt összehozni? Tehát már ez egy paradox helyzet. Hát egy-két régi vállalat, egy-két inkubens, az nem fog megmaradni. Tipikusan felvásárlásunkkal. Azt látjuk valójában nem, hogy kétféle dolog lehet, vagy a diszruptív képes olyan gyorsan megnőni, hogy ő fog inkubenseket felvásárolni, mert az a piacot szerez, vagy egyébként nem tudom, átvesz valamilyen hordozott értéket, vagy tudást, vagy know-how-t. De hát a tipikusabb szerintem, és azt meg kell elemezni kéne, sem csináltam a számot, hanem az az, hogy az inkubens az vagy ugye hostile, tehát ugye nem esetleg belőle felvásárolja a betűrő szereplőt, hogy ezért gyakorlatilag kitisztítsa magának a piacot, vagy pedig azért, hogy így szerezzen tudást, szerezzen meg azt a tudást, azt a képességet, azt a szervezeti kapacitást. Mind a kettőre látunk példákat, de szerintem a többség az, amikor az inkubensek végig felülkerekednek, és valamilyen módon beillesztik a diszruptívot egy puzzle-be. Most a Google ugye a másik nagy felvállalkozó, gyakorlatilag a történelme az erről szól, hogy minden, amit ma Google-ot veszünk, azt ő felvette, megvette, vagy beépítette, vagy megvette és eltolta, és az nem voltak utána már versenytárs. Bocsánat, de engem érdekelne, hogy ti mit gondoltok itt a közönség soraiban, hogy a diszruptív az pozitív, negatív, semleges? Van. Ti is ilyen egyetértetek-e a mesterséges intelligencia megállapításaival? Ebből látszik, hogy még a mesterséges intelligencia megállapítását. Nem biztos, hogy egy értelmű tiszta forrásként lehet rá tekinteni. Ezt csak provokációnak hoztam. Így van. Okay. Jó, akkor ha térjük le akkor a fenntartatóságra. Ugye volt szó arról, hogy mi motiválja az embereket abban, hogy a sharing economy-ba tartozó cégektől vegyenek szolgáltatásokat, vagy velük kerüljenek kapcsolatba. Gyula, te elég sokat, azt mondtam már, most mondom a harmadszor, hogy ti sokat
foglalkoztatok ezzel, és amikor mi beszélgettünk előzetesen, engem nagyon meglepett az, amit az Oscarról meséltél, hogy mit gondolnak a felhasználóik, vagy mit gondolnak a fenntarthatóságról. Úgyhogy ha ezt megosztanád velünk, szerintem ez másokat is érdekel. Hát én autós, ezért nem egészen ugyanaz, de kezdjük le, ezek a vállalkozások nagyon szeretik azt hangozhat, hogy milyen fenntarthatóak. Aztán, hogy mennyire azok, az egy másik kérdés, ugye nem is olyan könnyű ezt vizsgálni. Tehát ugye hagyományosan 30-40 éve foglalkozó környezetvédelemmel a vállalati szférában, a környezeti menedzsmenttel, hagyományosan megfogtuk a szennyezést, és akkor azt hittük, hogy ezzel megoldottuk, nyilván nem. Akkor 20 évig az ökohatékonyságnak a bűvöletében éltünk, most látjuk, hogy akármi hatékonyak vagyunk, az összkörnyezeti hatás számít végül, és hiába minden. És akkor ugye jön az üzleti modellváltás, és akkor megint ugye az a ígéret, hogy na majd akkor üzleti modelleket váltunk, és ezek fenntarthatóak lesznek. De most ennek persze rengeteg dimenziója van, tehát a környezeti társadalmi belül még nagyon sok kérdés merül föl. Tehát ezeket próbáltuk vizsgálni, de mondjuk az Airbnb-nél ugye annak volt egy kis botránya is abból, mert elmondta, hogy 60-80%-kal kevesebb széndioxid kibocsátás jellemzi az apartmant, ugye a lakást, az Airbnb lakást, hogy átlagosan, mint egy szállodát. Hát ez egyébként a igényben ember szolgáltatásokból ered, tehát 24 órás recepció nem kell, meg soha nem használt uszoda. Tehát ebben lehet valami igazság. Nyilván ezeket a számokat nem látta senki az Airbnb kívül. De ami egy izgalmas kérdés még, ez mindig ez a visszapattanó hatás, ugye, amit az Airbnb induced travel-nek hívott, és azt mondta, hogy hát igen, elismerjük, tudjuk, hogy az emberek többet utaznak, mert hogy olcsóbb, kényelmesebb, egy családnak mégiscsak jobb egy lakást kivenni, mert ott főzni tud, és nem kell a gyerekekkel drága étterembe menni. Tehát egy csomó oka van, hogy miért több az utazás, meg a vendégéjszaka. De hát egyébként erről csak annyit mondott egy mondatban, hogy hát ez messze nem olyan nagy, mint amennyi pozitív hatása van a cégre. És körülbelül ennyit tudtunk meg. Most a társadalmi hatásait tudjuk, mert itt nem messze ugye élvezik sokan ugye az Airbnb szomszédokat, vagy mondjuk a lakáspiac, hogy akkor ott hatását. Ugye a lakás árakra, az albérlet árakra, ugye? Tehát hogyha én ugye rövid távon adom ki, akkor az hat a hosszú távú lakás kiadásra, tehát egy komoly társadalmi hatása lehet. Nem beszélve arról, hogy milyen fajta turizmus generál. Ugye az Airbnb kombinálva az olcsó repülőjáratokkal nem biztos, hogy egyébként erre akarjuk építeni a gazdaságot. Milyen a gazdasági hozzáadott értéke mondjuk az Ubernek? Tehát ezek nem a legnagyobb hozzáadott értéke képviselő. Mindig azt mondjuk, hogy a innovatív, meg K+-en, meg a tudásra kéne alapozni a gazdaságot, hanem a megosztáson alapuló gazdaság általában nem a tudásra épül, ugye leszámítva talán a platformot, tehát egyszer valaki megcsinálta. És a környezeti hatásokat nézegettük az Oscarnál, és azt mondom, átadom a szót, mert csak én beszéljek, de... De ezt megmutattad, úgyhogy azért... Ez most pont én, de nagyon érdekes. Tehát ugye az Oscar alapvetően ugye annak az üzleti modellje az, hogy én akkor is elutazok, hogyha nincs utasok. Ugye ez egy más történet, mint az Ubernél, mert én lemegyek Kőszegre, és hogyha beülnek mellém, akkor is lemegyek, akkor tulajdonképpen egy költségtérítést kapok, tehát a benzinhez költségekhez hozzájárul, hogy ott az árések is egészen mások, pici a jutalék a cégnek, stb. Összességében azt gondoljuk, ugye, hogy ebben a potenciál ott van, hogy több autóból beüljünk egy autóba, ami egyébként sokszor meg is történik, de azért azt látjuk, hogy egyrészt ott is ki lehet mutatni azt, hogy valamivel többet utaznak. Többször megengedhetem magamnak, hogy meglátogatom vidéken a családot, tehát itt is van egy ilyen visszapattanó hatás. És nagyon nem mindegy, hogy honnan ülök át. Ugye, tehát hogyha rossz az infrastruktúra, tehát mondjuk a vonat meg a buszrendszer rossz, mondjuk pont ugye tipikusan hétvégéken, péntek este, vasárnap este, amikor nem lehet elférni, pont nem megy abba a kis településbe. Ugye járat, nagyon ritka járat, na akkor a vonatról fogok átülni majd az autóba. És akkor ugye nyilván nem tudom, hogy az összhatás azt mondom, hogy pozitív, de ez nagyon erősen mérséklő. Most persze ez nagyon kultúra, meg országfüggő, mert ahol jó a vasúti hálózat, ott kevésbé lesz ez probléma. Ahol rossz, ott valószínűleg jobban. Most abban is beszélve, ugye, hogy lehet, hogy gyakrabban cserélem le az autómat, mert mások is beülnek. Tehát nagyon sok olyan visszapattanó hatás van, ami egyébként a hagyományos gazdaságban nem is jellemző. De ez, hogy többet használom azt a szolgáltatást, ez egy olyan 20-30% a felhasználóknak
nyilatkozik itt. És még egy dolog, aztán tényleg átadom a szót, miért használják? Elkülönül még az is, hogy miért regisztrálok egy platformra, és miért maradok a platformon egyébként. Tehát sokszor miért? Mert kényelmes, rugalmas, mert akkor megy olcsó, ugye? És miért maradok a platformon? Egyébként azért, mert tudok beszélni. Ugye, hogy én naponta ingázok, akkor nagyon unom magamat. Ugye? És tényleg olyanokat tudok találkozni, kapcsolatban is, akikkel egyébként nem, és akkor a megtartásban már nagyobb szerepe van ennek a társadalmi kapcsolatoknak. A környezetvédelem mindenhol megjelenik, viszonylag kis százalék. Uh-huh. Meg azt gondolom az ember, hogy hát, jó, ugye, egy kicsit hangsúlyosabb. Van, tehát mit tudom én, 5-10 százalékban meg szokott jelenni körülbelül. Legalábbis ugye ez most egy drive share. De mondjuk lehet, hogy a car share-nél ott egy kicsit más. Annyi minden más vonaton, és közben gondolkodtam, amikor hallgatok, amivel nem eszettük szinte, ez pedig ugye ez a tulajdonlás, saját tulajdon versus megosztott használatnak a dolga. Ki hogyan viszonyul eszközhöz, ami a sajátja, vagy nem a sajátja, ez egy másik dimenzió lenne. Szerintem nagyon érdekes, nem beszéltünk ma még róla, azt mondtuk, hogy a sharing economy az szűkös vagy nagyértékű eszköz, kihasználható eszköznek a megosztott felhasználása, vagy erőforrásnak. Ugye egyébként, ahogy én tudom, a definíció egyébként az emberi erőforrás is ide tudja venni. Ugye az a munkaképes emberi erőforrást. Ugye az Amerikában ez a gig economy-nak hívják, ami egyébként azt mondják, a sharing-oknak a része. Onnan giger, csak utána azt miért gig economy? Mi az, hogy gig economy? Tudja valaki a terembe, azt szokták tudni. Ez a gig performancerből jön, ugye az előadó művész, akik azok voltak, akik Amerikában az éttermekben, hogy egy gitáros járta az utcát, és akkor egy este zenélt hat étterem, de ahol két számot eljátszott, egy széken, megkapta 20 dollárt, mint a következő. Nem megosztotta. Volt neki egy helye, hanem egy akkor végigment, és megosztotta a maga munkaerőt, képességét. Ha ez a gig economy, hogy egy embernek nincs egy fix foglalkoztatott helye, hanem ő gyakorlatilag nem is hoztál, hanem ilyen tranzakciós alapon megosztja a saját képességét, azt tudni kell, hogy Amerikában a teljes foglalkoztatottságban ez már kétszer egy arányt jelent, akiknek azt jelenti, hogy évek óta nem volt tényleges foglalkoztatottsága, aktív részvevője a munkaerőpiacnak, de ilyen megosztott foglalkoztatásban. Tipikusan fizikai munkák, a kihordók, a futárok, a biciklisták, akik egyszerre egy három platformon van fenn és veszi a fuvarokat, de még ide veszik mondjuk egy IT-fejlesztőt is, aki mondjuk bérfejlesztésén otthon a hálószobájából ide bekódolok három sort, odaadom magam fél napra meg órán, de ilyesmi. És akkor azt mondjuk, hogy ez is sharing economy, és ez hogy írja át azon az oldalon azt, hogy gyakorlatilag az emberi erőforrásnak a kihasználását, ha igazából egyszerre öten akarnak engem kihasználni, senkinek nem vagyok hosszú távon érték, mert transzakcionális vagyok, akkor ez egyébként hogy hat rám, mint munkaerő, ennek megint csak látjuk a hatásait. Főleg Amerikában, de már ázsiai, még európai piacokon is, hogy ez hogy fogja, tehát egy teljesen másik dimenziót az életünknek, megint csak mi kell hozzá, platform, valós ideig elérhetőség, kifizetési utak, és gyakorlatilag a kereset kínálatnak az azonnali találkozása és a csereképesség egy emberi munka kapcsán. Szóval csak az akartam, hogy ez most kicsit másfajta fenntarthatóság, de erről olyan keveset beszélünk, pedig itt vannak egyébként Budapesten körülöttünk olyan futárok, akik egyszerre három cégnél, és például átveszik a sapka még lila, a táska már kék, a motoron a ponyban a zöld, mert éppen amelyikkel, az sharing economy. Ő megosztja a saját erőforrás, az ő ideje, meg azt a munkaképes dolga. Hát, Nepálban Excel táblákat szervezget. Akár, pontosan. Ugye, csak ugye ezek nem túl nagy hozzáadott értékű. Világos, értékű, de mégis... Egy minimális képzettséget persze igényel, de annál sokkal többet nem. Viszont amennyi embert érint, és ezáltal milyen hatása van a társadalmunkra, az, hogy ezek az embereknek ugye klassz munka, a foglalkoztatásokon kifizeti a biztosítását neki, ki hogyan jelenti be egyébként. Tehát annyi mindent indukál aztán egyébként az ő hosszú távon megélhetése, az őt mennyire teszi képesre, hogy egyébként tulajdon nagyon nagy értékű eszközöket, vagy belekényszeretik abba, hogy neki a lakhatása, a mobilitása, az megyek a egész életében megosztáson tud csak alapulni, mert önállóan nem képes olyan gazdasági erőt. És a lebetegszik. Igen, szóval a lebetegszik. Tehát, hogy annyi minden, és ezért mondom azt, hogy tehát arra már nem kell tartani, hogy akkor ez a sharing economy, ez jött, ment, a múlt volt, és akkor ez eltűnt, mert ez már társadalmi és iparági szinten sokkal mélyebben van. Arról, hogy milyen uralkodó modellek fognak megmaradni, és ez milyen tartós hatással lesz még szerint társadalmilag, azt nem tudjuk, mert ehhez még nagyon korai fázisban
vagyunk szerintem. Melinda, parancsolj. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy beszéltünk arról, hogy ugye a diszraptivitáshoz, hogy a hatési domban be, és mondjuk új, hoz létre új belügycseineket, új működési formákat, de együtt után ugye az is abszolválódik, és bemegy egy eljött adott működési normálba. Ez értem, viszont ugye a kérdésünk másik része az volt, hogy hogyan tud a gazdaság maga úgy általában változásban megújulni, amikor nem diszraptív úton. De erről mit gondoltuk, erre milyen eszközök, módszerek vannak? Mert ugye azt hallottuk, hogy a disztruktivitás egy időszerű megújulást jelent, és egy adott ponttól azért betagozódik valamilyen szintű normalitásba. Akkor mi van más? Hogy tudunk megújulni? Hogy tudunk erre a világra, ami erről körülöttünk van, mondjuk reagálni? Szép lassan. És túl lassan. Mert ugye, most megint ez a környezetes energia. Egy emeletet föntebb voltam még 4 órától, fent a fejlődés bizottságban. Az egyébként azon a mondaton jöttem ki, amikor elhangzott az, hogy a mesterséges intelligencia által okozott katasztrófa az sürgetőbb lesz, mint a klímaváltozás által okozott katasztrófa, hogy ezt már meg se éljük egyébként. Egy nagyon optimista bizottság vagyok. De az a helyzet jelenleg, hogy ha 6-8 éven belül nem, lehet azt mondani, hogy meddig szép lassan változik, nem fogunk szép lassan változni, mert akkor majd egy olyan katasztrófába futunk, amikor majd mégis változni fogunk. Tehát, hogyha 6-8 éven belül nem változik meg a gazdaság működésének az alapjai, meg a fogyasztói hozzáállás, akkor nagy bajok lesznek, és akkor nem másfél fokokról beszélgetünk a klímaváltozásra, hanem 3 fokokról beszélgetünk, ami tulajdonképpen egy gazdasági katasztrófa, gazdasági és társadalmi katasztrófa. De azért ez látszik, tehát látszik, hogy így utaltál arra a tulajdonlásra. De amikor a svéd prof leutazik hozzám 2 napra, de 3 napig utazik, ugye, mert 27 órát vonatozott le Stockholmból, mert Svédországban az egy normális dolog, hogy ugye a flying shame, ugye szégyelni, hogyha repülőre ül. És nem azért, mert ő környezetvédelemmel foglalkozik, hanem mert ez egy normális történet Svédországban. Jó, hát Svédország még nem elég nagy, azért Magyarországon még nem érzékelem ezt a dolgot. De ugye ilyesmi változásokra is szükség lenne, és egyébként, hogyha nem lesz, akkor ki fogja kényszeríteni szerint a életet. De a piac vagy a szabályozó? Nem, ez nagyon fontos, mert ez az állandó... Az ökoszisztémák összeomlása, és akkor majd valamit kell csinálnunk. Ugye most a másik a dolog, hogy a Balatonról beszéltünk hosszasan, hogy mi lesz a Balatonnal 10-20 év múlva, lesz-e még, és mit kéne csinálni. Nem, az ökoszisztémák összeomlása, és az ez által okozott társadalmi katasztrófa. Tehát már most a vízért folyik a harc, már most a klímamigráció az nem egy távoli jövő, hanem nagyon közeli történet, ezek majd kikényszerítik. És ugye nyilván persze az üzleti modelleket is változtatni kell, telefigyelten megkérdőjeleződik. Tehát bizonyos iparágak komplet meg fognak kérdőjeleződni. A Franciaországban most már azt hiszem a 2,5 óránál rövidebb vasúti utakon nem lehet repülőjáratot indítani. Most, hogy Európában 50 éve miért nem ezt csináljuk, azt ne kérdezze meg senki, hogy miért repülünk, de az biztos. Ugye most mit csinál a Tesla egy légitársaság? Milyen üzleti modellt? Ugye? Ez egy érdekes. Nem közben repül messzebb, és aztán vissza. A felhasználó megmondott. Nagy körrel megy. Ez konkrétan is így működik. Szóval, hogy közeli városba repülni, ez sok esetben sokkal legalább, mint elrepülni. Gazsi, szeretnék még tőled kérdezni valamit, mert azóta motoszkál a fejemben, mióta beszéltünk, ugye, hogy ti a közösségépítés irányából érkeztetek, meg ott onnan kezdtétek felépíteni a ti rendszereteket, hogy majd a monetizáción dolgoztok, de hogy a közösségeket, hogy épülnek-e a közösségek a miutcák.hu környezetében? Tehát azt a célotokat sikerült elérni, mert ez egy fontos kérdés. Egyrészt azt gondolom, hogy igen, sikerült elérni. Hát a célt nem is, de hogy lépések történnek abba az irányba. Most ilyen termékfejlesztési szempontból azért ez mindig egy érdekes kérdés, hogy ha az ember kellően megérisít egy közösséget, akkor egy bizonyos ponton lehet, hogy az ő platformja szolgáltatása már szükségtelen lesz. Most az Airbnb-nél ez nem annyira veszélyes, de mondjuk az Ubernél egy időben voltak olyan WhatsApp csoportok, ahol az ember az Uber nélkül el tudott érni sofőröket. Most már másokból. Igen. Tehát, hogy ez mindig egy kérdés. És akkor aztán amúgy, ami itt bejön, az az, hogy és akkor ez megint a gyorsaság és a kényelem, hogy tudunk egy olyan szolgáltatást adni, ahol a közösség
Ez, hogy itt egyszerre van az, hogy a közösség épül, és az emberek közt kapcsolatok jönnek létre, és van az, hogy az emberek eszközöket cserébe hasznos infókat cserélnek. És ez a kettő ez oda-vissza tudja egymást erősíteni. Tehát, hogyha én megtalálom a mi utcánkon a három legjobb barátomat, többé nincs szükségem a felülete. Hogyha szükségem van egy tetődobozra, és annál a három embernél éppen nincs. Akkor kérsz a Bencétől. Így, csak lehet, hogy messze lakik. De nem baj, mert akkor majd egy oszkás fölállt. Tehát én azt látom, hogy az igény az továbbra is megvan rá, és hogy szerintem elég nagy lépéseket tettünk, tehát azért nagyon messze van még ez. Szerintem részben szerintünk kívánatos, meg hát hogy az emberek részéről kívánatos ilyen, nem tudom, kapcsolati hálótól. Tehát azért ez az elmagányosodás és az, hogy így nem tudunk foglalkozni a környezetünkkel, most így a fizikai vagy városi környezetünk. Ez egy továbbra is létező probléma, és ezt egyelőre ilyen mikroszinten tudtuk sok helyen megoldani, illetve tudták megoldani segítségünkkel. Aztán persze itt vannak ilyen elképzelések, hogy hogyan lehet majd ezzel adott esetben nem csak egy háztömb, hanem mondjuk egy kerület problémáit megoldani. Ez már inkább egy ilyen, nem tudom, döntéshozatali és szervezetépítési kérdéskör, tehát akár mondjuk nem tudom, szociokrácia és egyéb eszközökkel hogyan lehet az embereket bevonni. Köszönöm, és Krisztának hozzátennek kérdésem, aztán lassan be is kell fejezni. Hagyományos szállodáknak adtok tanácsot. Igen. Milyen problémákkal fordulnak hozzá? Mi egy hagyományos szálloda fő gondja van? Munka. Alapvetően a munkáról, ami persze. Szervezet. Ugye, ami, ahogy el is hangzott, az elképzelés az, hogy a szállodaipar az a 2000-es években nagyon divatossá vált. Tehát divatos volt az, hogy szállodát vegyen valaki. Mind ahogy éppen valakivel beszélgettem, hogy a rendszerváltás után utazási irodát csináltak az emberek. Mert hogy ott... Aztán megbánták. Aztán nagyon megbánták. Mert ugye mit láttak? Van egy valami nagy forgalom, mert tényleg egy 2-3-4 milliárdos forgalmakat lehetett létrehozni, és nagyon kicsi volt a mars. Még most is az. A 2000-es években a szállodaipar vált ilyen divatossá, és ez most is tart szerintem, ami azt jelenti, hogy más iparágba szereztek pénzt valahonnan, és ez olyan jó pofa, hogy szállodán van, olyan jól hangzik, ott de az üzemeltetés azért egy szállodának, valljuk be, az egy nagyon összetett feladat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez minden területre, tehát maga a HK, tehát a housekeepingre, a konyhára, az étteremre. A legnagyobb probléma ugye most a szállodáknak értelemszerűen a munkaerő hiány, de inkább maga az üzemeltetésnek a sokszínűsége, az értékesítés. Az értékesítésnél hogyan kell reagálni pont a megváltozott viszonyokra, hogyan kell mondjuk egy bookinggal szemben a direkt értékesítést előtérbe helyezni. Tehát ilyen területekre gondolunk, amikor tanácsokat adunk, hogyan kell egy elfélni. Jó, nagyon szépen köszönöm. Hát ennyi fér bele egy ilyen Borealis beszélgetésbe egy és negyed órába. Rengeteg mindent érintettünk, és valószínűleg sokkal több mindent nem. De nagyon köszönöm mindenkinek, aki most én, Bencének mindenkinek, aki újabb témákat hozott elő, amikre én esetleg nem is gondoltam. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, hogy megosztottátok a gondolataitokat, és szerintem ébresztettek új gondolatokat a közönségben. Úgyhogy hamarosan következik egy vacsora, egy szünet, de előtte megkérem Melindát, hogy zárja le a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy folytatottál, visszatettük a gondolatokat. Karesz a jó kis moderálásért, és én mindig szoktam egy-két ilyen záró gondolatot hozni, és most már egy olyan történet jutott eszembe, ami engem mindig is foglalkoztatott, és ebben a kérdésben azt hiszem, hogy van dolgunk vele. Mindannyiunkban van egy fehér és egy fekete farkas. A fekete farkas az igazából a félelem, a bizonytalanság, a tehetetlenség, az, hogy nem érezzük azt, hogy van hatásunk a dolgunkra, a változásra, nincs kontrollunk az életünk fölött. Ez egyéni és szervezeti szinten is mindenhol megjelenik. És mindegyikünkben is van egy fehér farkas. A fehér farkas az a hitről szól, a reményről, a cselekvésről, a bizalom az életben, a változási, a fejlődési képességről. Ez a két farkas mindannyiunkban állandóan folyamatos versenyben és harcban van egymással. Melyik fog győzni a kettő közül? Hát azt,
amelyiket hagyjuk, amelyiket tápláljuk. Ha fekete farkasunkat tápláljuk és hagyjuk, hogy ne cselekedjünk, és csak nagyon-nagyon disztruktív, akármilyen váratlan katasztrófák hozzák ki belőlünk a változás igényét, akkor így fogjuk élni az életünket. Egyénként, szervezetként is. És egyszerűen meg fogjuk élni azt, hogy Charles Hardy után szabadulunk így, aki a szervezet életciklusokkal foglalkozott, hogy minden szervezetnek van egy esgörbéje. És sokkal hamarabb fogjuk elérni a hanyatlást, mint ahogy tehetnénk, mint ahogy lehetőségünk lenne rá. Ha élnénk a fehér farkas adott reménnyel, lehetőséggel, tanulással és fejlődéssel. Úgyhogy kívánom mindannyiunkban, hogy a fehér farkasunkat tápláljuk nap, mint nap, és hogyha a fehér farkas szinten sok fehér farkas van, akkor az a társadalmi fenntarthatóságunkat is fogja támogatni, és nem csak a negyedet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen!